Ilyen vegyes csapat, ugye? Jön itt Stolenka, Roland, Ravens és Betonka, és mögöttük ugye ott vannak a kettők dolgoznak jobban, a Marcika és Pavel Csődi. Hát igen. Tudjátok a következőt? Vilja, Vajant, Luci, Sárga. A Pali kimegy a Ádi Csődivel. Húzzát szépen, kicsit hátra. Játsz a szájára. Úgy, úgy. Mentek ott a sarokba ki, így van. Marcika, jó erős Uber, extra hosszan haza. Addig fölhozatom velük a kancákat. Marci és Pavel Csődi. Itt meg a másik brigád, Stolenka az élen, Hunor. Alakulunk, fejlődünk, ugye Stolenka vezeti a brigádot. Szeretem rászoktatni őket, persze ez lovas kell, ugye, hogy azért élen bármi történhet. Ugye a tempót is tudja, meg hát menjen a csikó, ugye ők nemrég jöttek, ha úgy veszed, vagy vesszük, ugye. És tanítgatom, hogy szépen haladjanak, tanulják meg azt, hogy élen is kell menni, vagy lehet menni. Mert ez nagyon jó dolog arra, hogy ha nincs vezető lovad, akkor hopp. De tanítgatjuk őket, egyre több megy már elől. A lovaglás lesz ezen, amit te is elbírnám. Hála Istennek, legyen is. Adj neki enni, ha bemész. Na, sovány. Hagyj egyen. Igen, szokja meg, hogy élen mennek. Na, pörög a következőbe. Fölhozzák a négyet. Kirakjuk a kettőt. Rengeteg lovunk kim van Padikba, hál' Istennek. Ők is kora reggel kim voltak. Most végre 7 óra 15-kor már mentek ki. Nagyon szépen mennek. Tehát Stolen, Roland, Ravens és Betonka. Hallod, ami nyereményem van, a 40%-át odaadom, jó? Ez is várom. Jó, oké, azt várja. Úgy megy ez a Betonka, mint a király kisasszonyok. Nagyon szépen dolgoznak, úgy le a kalappal az összesen. Nem tudok kimenni a nyárira, mert ugye jövünk föl, akkor padikot cserélünk, ha lemennek ott ketten. Jó. Na, elindultak újra. Nézd oda, már mindjárt vadász mennek. Ez az, dolgozzatok, drágáim, ez van. Ez már egy olyan élénkebb kis. Jó ez. Lehet, hogy lerakom, még egy kört mennek, vagy kettőt, azt csókolom. Majd.